Művészvilág. Az ecsetmestere Pap Oszkár. Filmem hőse évtizedek óta alkot. Hogy hány képe született ezen időszak alatt, azt pontosan ő sem tudja. Viszont egy 2003-as kiadványban, aki nem rest, megszámolhatja, hogy addig az időpontig 31 önálló kiállítása volt. 44 csoportos tárlaton szerepelt, saját írásaiból önálló kiadványként 4, cikkként és tanulmányként 29 látott napvilágot. 4 alkalommal hívták meg előadóként, valamely hozzá közel álló témában. De még több a róla vagy részben róla szóló cikk és publikáció. Ezeknek száma 281. Kérem, hogy az Ecsetmestere filmsorozatomban legyen velem együtt Pap Oszkár vendége. Talán általános érvényű megfigyelésem, hogy a művészek, legyenek azok hölgyek vagy urak, előszeretettel őrzik kiállításaik kézzel fogható emlékeit. Mi is lenne az más, mint meghívók és katalógusok, sokszor bizony már sárguló lapú kiadványai. Nos, Pap Oszkárnál sincs ez másként. Első önálló kiállítása 1953. októberében a Fényes Adolf teremben nyílt meg. Aztán a fontosabbak, 1967. Dürer terem. 1968-ban Debrecen fogadta a művész alkotásait. Szürenon címmel 69-ben a Kassák Klub, erre emlékezve 1996-ban a Vigadó Galéria nyitotta meg számára is a kapuit. 1972-ben Balatonbogláron a Kápolnában, nem első ízben, mutatkoztak be a lázadó művészek. Két társával együtt 1973-ban New Yorkban a Columbia Egyetemen állíthattak ki. Jelentős még az 1981-ben a Helikon Galériában bemutatott Tűzzománc sorozat. 1986-ban az Ernst Múzeum is fontos állomás a kiállítások sorában. Külön kiemelésre érdemes a Körmendi Galéria által szervezett számtalan bemutatkozási lehetőség. Aztán gondolatban lépünk egy nagyot a MÁ-ba. 2005. április, a legutóbbi igazán rangos esemény. Hiszen ennek helyszíne az Erzsébet híd pesti lábánál fekvő Budapest Galéria. A megnyitó protokolláris pillanatait már csak videószallag őrzi, hiszen egy-két amatőrkamera jelenléte már igencsak megszokott kelléke az ilyen rendezvényeknek. Nos, egy héttel ezt követően, mi sem természetesebb ennél, a mesterrel mi is a kiállított képek között adtunk randevút egymásnak. Az meg a dramaturgia alapszabálya, hogy elsősorban a válogatás műhely titkairól, egy ilyen bemutatkozás kimondatlan alapkoncepciójáról essék szó. Hát ez egy kicsit fölmérése az ember eddigi munkájának, életének, pláne ez, hogy itt most több mint 6 évtized munkájából válogattuk össze ezt az anyagot. Ez egy nagyon vékony, de nyugodtan mondhatom, hogy meccset abból, amit eddig csináltam. Mint minden ilyen fölmérés, egyszerre mérleg, önkritika és alkalmasint egy dobogó, amiről ha lehet, akkor még tovább lehet lépni. Megtudom, hogy ennél a kiállításnál annak nyersanyagát meglévő alkotásaiból a mester válogatta össze, hogy aztán egy komoly önbírálat után derüljön fény arra, hogy mi is kerül a nézők elé a falra. Hiszen nem mindegy, hogy ez a sokszínű, változatos tematikájú válogatás hogyan egészíti ki egymást, ahogy Pap fogalmaz, jól is nézzen ott az ki. Munkáinak rajongóit meg is nyugtatja. Nem sok maradt ki azokból az alkotásokból, amit előzetesen ide szánt. Óhatatlanul felmerül a kérdés, egy ilyen bemutatkozás alkalmával van-e valamilyen önkritikai belső hang, mely figyelmezteti a mestert ezen vagy azon, már nemigen korrigálható hibájára. Ahogy mondja, természetesen van. Akkor, amikor elkészül valamennyire egy kép. Azért mondom, hogy valamennyire, mert nagyon nehéz eldönteni, hogy egy kép mikor kész.
Nekem van egy ilyen sajátos, különös mércém ehhez. Otthon dolgozom, tehát együtt élek a készülő képekkel. Ha valamelyikről úgy érzem, hogy most már megvan, akkor kint hagyom egy állványon, hogy állandóan lássam. Ha egy kép kibírja azt, hogy legalább egy hétig nézzem, akkor rendben van. De ha nem bírja ki azt, hogy újra meg újra megnézzem, vagy nem érdemes arra, hogy ránézzek, akkor az a kép vagy nincs kész, vagy üres. Tehát az önkontroll az állandóan ott van. Az ember állandóan vitatkozik önmagával, a képével, amit megcsinált. De a kiállítások alkalmasak arra, hogy nézői visszajelzésekkel szolgáljanak. Paposzkár úgy gondolja, hogy egy fiatal festőnek talán fontosabb is egy ilyen megmérettetés, mint az alkotás folyamatának későbbi éveiben. Mert ahhoz, hogy le tudja mérni azt, hogy hol tart, és merre kell alkalmasin tovább lépnie, ahhoz ki kell szakadni a mesterségbeli magányából, hogy aztán egy kiállítás megteremtse az igazi objektivitást. Konkrétan saját megmérettetéséről pedig azt mondja, hogy... Ez egyrészt megtalálása valamilyen valóságnak, igazságnak, másrészt kommunikáció. Hát azért alkotja meg, festi meg az ember, rajzolja meg az ember, nem csak azért, hogy a munka közben megtalálja azt, amit keres, hanem azért is, hogy egyben közölje ezt a találatát, véleményét, a meglátását a világról. Tehát itt most felvonul előttünk a világ magyar aspektusból. Úgy, ahogy annak változását Paposzkár festőművész megörökítette számunkra, kortársai és az utókor számára. Az alapos szemlélődő képein három jól elkülönülő tematikát fedezhet fel. Paposzkár meg is nevezi ezeket. A vitában a történelemmel, a párbeszéd a természettel és az átvalósulások, lényegében felöleli munkásságát. A mester ezeket ciklusoknak, más néven képcsoportoknak nevezi. Az ezekbe beilleszthető és beilleszkedő alkotások nem egy folyamat egymás utáni korszakait jelzik. Paposzkár folyamatosan készíti ilyen meg olyan tematikájú képeit. De persze megtartja önmaga szabadságát, így aztán van, hogy egyik van, hogy másik ihlet jut túlsúlyba. Közelítésről, nézőpontról van ezen folyamatok esetében szó. Ezek a művészi utak azelőtt is nyilvánvalóak voltak számára. De verbális megfogalmazásukra és felhasználásukra a Körmendi Galéria gondozásában megjelenő életrajzi album szöveganyagának papírra vetésekor került csak sor. A mester képeinek kötetbe történt szerkesztésekor, ahogy mondja, szakaszolásakor vált szükségessé a műveinek kordába szorítása. Mind a három vonulat nyitott. Ezt reprezentálja a kiállításon felvonultatott, egymásba átbújtatott műalkotások sora is. Paposzkár létezésének lényegét a világ megismerésében találta meg, ami számára annyit jelent, hogy megpróbálja megfogalmazni létezésünk miértjét. Ahogy mondja, az emberi szint a genezis történetében az, hogy az ember tudata a fejlődés hosszú során olyan szintje a létezésnek, ahol a létezés visszanéz önmagára. Tehát nem csak él, hanem tudja is, hogy létezik. És tudja azt is, hogy meghal. Másként fogalmazva a lét eredetét, a lét célképzetét és értelmét tudtával csak az ember teszi fel, mint kérdést. Ezek a kérdések pedig túlmutatnak a vegetatív léten. Ennek tükrözését látja Paposzkár művészi feladatának. Ahogy fogalmaz, vizuális jeleket rendez valamilyen felületen. Egy általa kifejlesztett kódrendszerben próbálja rögzíteni, amit felfedezett és felfedez a világban. Nos, hogy most mi is belepillanthattunk Paposzkár több évtizedes munkásságába beleláttató válogatásába, elérkezett az idő, hogy gondolatban mi is visszatekintsünk pályájának indulására. Előbb rajzoltam, mind írtam. Hát majd, hogy nem azt mondhatnám, mint beszéltem, de az azért nem igaz. De előbb rajzoltam, mint írtam, és hát, hogy mondjam, csak persze minden gyerek rajzol, filkál, méghozzá zseniálisan a legtöbb gyerek, aztán rendszerint abba hagyja, leszocializálják róla, aki úgy marad, a legjobb értelemben egy kis infantilizmussal úgy marad, és nem hagyja abba, abból lesz a művész, gondolom én. Erre a
hivatásra való készülés, az már elég korán, olyan 14-15 éves koromtól teljesen tudatos volt, úgyhogy már gimnazista koromban jártam szabadiskolába, ott lettem Bernát Aurén növendéke, nem a főiskolán. Pap Oszkár 1925-ben született Budapesten, és pont 20 év múlva 1945-ben vették fel a képzőművészeti főiskolára. Ott először Bernát Aurél, később Bence László, majd Szőnyi István növendékeként tanult. Ezekben az években csatlakozott az 1949-ig működő Dési Huber Népi Kollégiumban összesereglett többi jövendő művészhez. A főiskolát, ahogy mondja Pap Oszkár, nem fejeztem be, mert 50 tavaszán eltávolítottak, magyarán kirúgtak a főiskoláról, az akkori időknek, szokásnak megfelelően egy ilyen mondva csinált politikai indokkal, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem. Akkoriban divat volt főleg a bal oldalon keresni azokat, akiket ki kell ebrudálni. Én is ezek közé tartoztam. Na most a főiskola utáni időben, mint hogy ilyen, ahogy mondják, politikai fekkes voltam, nem állíthattam ki, de egyébként nem is gondoltam, hogy tudnám csinálni azt az akkori 50-es évek elejé kívánalnak meg megfelelő úgynevezett szocreált. Így hát nem maradt más hátra, mint hogy Pap Oszkár munka után nézzen. Dolgozott a műemlékvédelemben, mint restaurátor. Később váltott, és a Népművelési Intézetben helyezkedett el. Ezekben az időben figyeltek fel illusztrátori képességére. Kézről kézre adták a szerzők, a kiadók. A máig megőrzött, közreműködésével napvilágot látott könyvekben megbúvó alkotásait életművének szerves részének tekinti. Ezen megbízásokból és a főállású munkáiból származó bevételek alapozták meg Pap Oszkár független alkotói hátországát. Akkor és azt alkotott, amit akart. Nem szorult rá sem a vevői könyörületre, sem a hivatalos ízlésdiktátumok kiszolgálására. Azt mondja, hogy neki a képzőművészet sohasem volt a szó mindennapi értelmében a foglalkozása, hanem mindig is a hivatása. Ez igazán csak keveseknek adhatott meg. Most ellátogatunk Pap Oszkár belvárosi lakásába. Oda, ahol annak egyik szobájában él és alkot. A falakon néhány igazán nem eladó képe. Azok, melyek hozzánőttek mindennapjaihoz. A többi praktikusan tárolva várja azon szíves érdeklődőket, akik bebocsátást nyernek ide. Mint mi most, hogy ön, kedves nézőm, tanulja lehessen egy új alkotás megszületésének. Hát végül ezt a rajzot választottam most. Ez egy régebbi rajzom, valamikor a 90-es évek végéről még, de ezeket újra és újra megnézem, megforgatom, negatívba is megrajzolom, és az újra elővevésnél derül ki, hogy mi az, amit rajzból képpé lehet vagy érdemes fejleszteni. Ebben megvan az a lehetőség, hogy két változatot csináljak belőle, és a kettő együtt a belső komplementerekkel, kiegészítő színekkel és formákkal, meg hangulatával valami többet mondjon, mint amit egy puszta rajz tud elmondani. Bár a rajz nagyon sokat tud elmondani, és a rajzolás a közvetlen képi gondolkodás kiinduló pontjaként nagyon fontos számomra is. Na most ezt egy sajátos, régen is alkalmazott, de ebben a formában, ahogy most csinálom, 2000 óta, tehát az új évezredbe
alkalmazott technikai apparátussal gondolom megcsinálni, amit én úgy hívok, hogy viaszkarc. Az, hogy mit lát meg a világból, mit gondol, mit képzel el egy kiinduló pontnak, az alkotás első és fontos pillanata. Ekkor Pap Oszkár még belsőleg sem birtokolja a majdani kép egészének vízióját. A kezdeti pillanatban hol egy tervének kidolgozásába fog bele, hol improvizál. Legtöbb esetben nem tudja tetten érni, hogy mi az a kiinduló pont, ami elindít egy alkotási folyamatot. Kivált kép azért, mert a mester aféle sorozatokban, problémacsoportokban gondolkozik és alkot. Ahogy fogalmaz, a kép legalább annyit dolgozik önmagán, mint én a festő. De állítja, hogy a kettejük közötti húzakodás egy nagy küzdelem, aminek a végén a mesternek magának kell eldöntenie, hogy valami olyasmi néz rá vissza, ami az eredeti indítéka, vágya, meglátása vagy véleménye volt. Szembe kell néznie azzal az új szituációval, hogy keze nyomán született valami, amiben benne van a világ, és benne van a festő is. Egy megmérettetés ez, önvizsgálat, hogy ami létrejött, az kiállja-e Pap Oszkár esztétikai és gondolati mércéjét. Ha nem, akkor eldobja azt, amiért mindez ideig megküzdött. De nem sok ilyen esetre emlékszik, mert a festés során folyton szétrombolja, majd újraépíti azt, amit addig csinált. Ha elakad, inkább félreteszi a munkát, hogy érlelje és nekifogjon megint. Addig teszi ezt, míg meg nem oldja a művészi problematikát. A műtermében, amit más rendetlenségnek lát, az a művész számára életelem. Mert fontos az, hogy karnyújtásnyira legyenek az alkotáshoz szükséges kellékek. Az ecsetek, festékek és minden más fontos hozzávaló. A félkész alkotásokat van, hogy megmutatja másoknak, van, hogy nem. Ahogy fogalmaz, már elég öreg vagyok, így kialakultak már a gondolkodási formáim. De az azért érdekes számomra, hogy más szemlélettel mi az, ami megragadható abból, amit csinálok. Pap Oszkár van, hogy ösztönösen, van, hogy tudatosan alkot. A kettőt nem tudja szétválasztani. A problémát abban látja, hogy a kettőt az ember jól tartsa egyensúlyban. Ne legyen spekulatív, ám ugyanakkor az emberben meglévő rendező szemlélet ne kerüljön háttérbe. Ne vigye előt rossz irányba a csuklója. Pap Oszkár tehát megteremtette maga számára azt az ideális állapotot, hogy nem kellett megélhetési festőként tengetnie az életét. Ám azért megtörtént, hogy ezért vagy azért megvált egyik másik alkotásától, ahogy mondta nekem, ez mindig fájdalmas pillanat. Azt egy történelmi szituációnak tartja, hogy a művészet árucikk. Ezt a történelem torzó periódusának tekinti. Azt, hogy mi volna az ideális megoldás, nem tudja. Persze fontos a néző, hiszen egy kép alkotási folyama ott fejeződik be, amikor mások is megláthatják azt. A képélmény, a katarzis, az nem papmesterben van, annak a nézőben kell keletkeznie. Sopronban, a belváros szívében, ott is az Artner palotába kalauzolom most el önt, kedves nézőm. E patinás falak között Pap Oszkár képeiből is több jelentős alkotást őriznek a körmendi csákgyűjteményben. Az egyik tulajdonost, Csák Máté építészt kértük meg arra, mondjon el nekünk pillanattöredékeket, amit ő fontosnak tart pályatársáról feljegyezni. Pap Oszkár, Japi, élő legenda. Nem is tudom, hogy mikor találkoztam vele először. Ő minden esetre a fényes szelek nemzedéke. Ott élt a Városligeti Fasorba, akkor persze másképp hívták, Gorki Fasornak, ha jól emlékszem. Ott élt egy kollégiumba, és olyan barátai voltak, akikre érdemes szót vesztegetni. Minden esetre itt most helyettem Vitányi Ivánnak kéne állni, aki talán a legkedvesebb, legjobb barátja, és aki több tucatnyi oldalas tanulmányokat írt róla évtizedekkel ezelőtt. Őt mindenki szereti. Említettem, hogy a fényes szelek nemzedéke, és én már nem emlékszem rá, de egészen biztos, hogy valamikor az 50-es évek elején, vagy a 40-es évek végén, amikor ő ott lakott tőlem néhány száz méterre, vagy én laktam tőle néhány száz méterre a Szív utcába, alattunk volt egy elég ilyen rossz beidegződésű hely, a Sanoár, a Fekete Macska,
És a Japi többnyire Nagy Lászlóval, a költővel, aki szobatársa volt, oda járt be búd felejteni. Akkor Japi éppen népi táncos volt, mert ő az életben minden volt már, ami csak előfordulhat, akkor éppen népi táncos. Most pedig egy nagy mesélő, tulajdonképpen egy különlegesen érdekes mesélő, aki letehetetlen, tehát nem lehet abba hagyni, amit mond. Ez a fél évszázad, ennek az ezredvégnek 5 évtizede, ez a kis ujjában van, és úgy tudja elmondani, hogy mindig áhítattal és meghatódottsággal hallgatjuk. A mi gyűjteményünkben Paposzkár, Japi kiemelkedő helyet tölt be, gyönyörű könyvet adtunk ki róla, és hihetetlen mennyiségű művéből nekünk is van néhány száz. Ezeket a műveket mi rendszerezzük, próbáljuk úgy sorba rakni, ahogy ebbe az 50 évben ez aktuális volt, de ő miközben mindig a legjobb magyar absztrakt festők közé tartozott, természetelvűnek varja magát, és rengeteg képének van naturális alapja. Törékeny termető ember, kicsi. És ezért mindig meglepődöm, hogy képeim ilyen monumentálisak. Körmendi Csággyűjtemény fontos darabja az Erőátvitel című festmény. Rajta mindazon a tulajdonosokhoz ezer szálon kötődő jelentős kortárs alkotóval, kiket halhatatlanként jegyeznek a művészet történészek. Köztük áll Paposzkár, az ecsetmestere.